engem a gyerekeknek való reggeli készítés közben ért el a futár, aki aláíratta velem a saját felfüggesztésemet, de ez a levél nincsen aláírva, így jogilag irreleváns. Nem tudjuk a státuszunkat jelenleg. Két üzenetet kaptam, és az egyikben azt kérdezték, hogy mi történik a Népszabadságnál, és azt hittem, hogy azt kérdezik, hogy akkor mi költözünk vissza a Bécsi útra, hogy mi miért. És a másik ablakban meg az MTI hír szerepelt, amiben a MediaWorks közleményét írták meg, én nem. Egy kollégámtól tudtam meg, aztán ugye visszajöttem Pestre, itt pedig már elmentünk az új szerkesztőség, azokban nem mehetünk be, és akkor azóta együtt vagyunk, és most itt kötöttünk ki. Először az egyik indexestől kaptam egy üzenetet, hogy nem működik a NOL. Aztán meg a HVG-től hívtak, hogy tudom-e, hogy mi jelent meg az MTI-ben. Az, aki az elmúlt napok szerintem legfontosabb cikkeit írta, nagyrészt reggel jelezte, hogy nem éri el a levelezését, azt írja a levelezési rendszer, hogy ki van tiltva. Én is bekapcsoltam a gépemet, nekem sem ment a levelezésem. Csak elkezdtem telefonálgatni, kollégákkal beszélni, és akkor kiderült, hogy mi a helyzet. Még egy kolléga írt, hogy ő se éri el a leveleket. Megnyitottuk egymást, hogy ez nyilván csak valami adminisztrációs probléma a költöztetés miatt, amikor megkaptuk kívülről más sajtótermékeknél már megjelent hírt arról, hogy a Népszabadságot bezárták, felfüggesztették. Annyit tudunk a politikáról, amit a sajtó elmesél, és úgy fest, hogy mostantól egy olyan országba fogunk élni, ahol a magyar idők meséli majd el azt, amit a politikáról tudunk. Jelenleg minket nem bocsátottak el, hanem felmentettek a munkavégzés alól azzal, hogy a tulajdonosunk már nem kívánja finanszírozni a Népszabadság működtetését, sem az online, sem a print kiadását, és jelenleg itt tartunk. Ezt nehezen tudom másként értelmezni, mint hogy a Népszabadságot bezárták. A gazdasági indok az egy kreálmánya a hatalomnak, amelyik gyáván belebújik egy opportunista osztrák üzletember mögé. Fejlesztettünk mind az online portálon, mind a printlap megújulté néhány hónappal ezelőtt, semmi jelen nem volt ennek, ami történt. Legjobb tudomásom szerint mi hoztuk szerkesztőségileg azokat a tervszámokat, ami a szerkesztőségnek a gazdálkodását jelentették. Az volt a vezetőség ígéret, hogy hosszú idő után így eldőlt, hogy az internetes oldalt azt fel kell fejleszteni, hogy ez ugye ez a jövő útja, és akkor erre most már végre ráébredt a vezetés is, és hogy erre most van is pénz. A mai címlapunkra nézünk, ugye azon is Matolcsi György és Rogán Antal szerepel. Ha a múlt heti címlapokat szedjük elő, vagy két héttel ezelőtt címlapokat, akkor is hasonló ügyeket látunk. Én nem tudok másra gondolni, tehát hogy itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy a legnagyobb politikai napilapot bezárták. Ezt szerintem már magyarázni sem kell, ilyen a világon nincs. Én még nem láttam rá példát, hogy egy éjszaka alatt egy országban, egy demokratikus országban, vagy annak becézett országban bezárják a legnagyobb ellenzéki lapot. Voltak erről pletykák. Ugye el tudtuk képzelni, hogy valami biztos lesz, valamilyen formában hatalom átvétel, de egy ilyen újszerű történet, hogy hogyan lehet így rajta ütésszerűen az egész dolgot úgy megcsinálni, hogy egyik napon a másikra az egésznek vége van. Minket nem tájékoztatott a cég semmilyen formában, minket a cég átvert és megvezetett, kiküldött minket a hídra kvázi, és felrobbantotta mindkét oldalról a hídat. Nagyon sokan vagyunk mi, azért ez egy nagy szerkesztőség. Nem éri el a 100 főt persze, de a környéken vagyunk, tehát sokan vagyunk. Szerintem még sokat fogunk összeülni és beszélgetni, és átgondolni, mit szeretnék, vagy hogy milyen lehetőségeink vannak. Nagyon pici területekre húzódik vissza mostantól a sajtószabadság, és azok a történetek, amiket a Népszabadság kiásott és bedobott a magyar sajtóba, és aztán végig hullámoztak az egész internetes, meg nyomtatott, meg tévés, rádiós médián, azokat a sztorikat mostantól esetleg senki más nem fogja kiásni. Én nem szeretném, hogy így legyen, de nagyon félek tőle, hogy így lesz.